felkészülés az idei horgász évre, négyszeresére emelik a vidékfejlesztési támogatásokat, disznótoros hagyományok a Takács Péter úti óvodában, Kunfoci. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. január 27-én 18 óra 5 perckor. Milyen évre készüljenek a horgászok? Kérdeztük Kalocsai Lászlótól, a Nagykun Horgász Egyesület elnökétől. A tavalyi területi engedélye január 31-ig lehet horgászni, a fogási naplót pedig február 28-áig kell pontosan kitöltve leadni. Be kell tartani azt, hogy január 31-ig lehet horgászni, a tavalyi, tehát a 2020-as területi engedélyekkel az január 31-ig érvényes, illetve a fogási naplót február 28-áig lehet leadni, pontosan kitöltve büntetés nélkül, mert utána a rendszer már eleve büntet, ha nincs leadva a fogási napló. Az idei árak az Egyesület területén nem változnak, a többiről még nem kapott tájékoztatást a szakember, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a területi engedélyek, jegyek nem papír alapúak lesznek, hanem elektronikusak. Mi tavunkon az árak azok maradnak, ugyanannyi, mint idáig volt. A környező vizekre annyi változott, hogy ott már nem papír alapúak lesznek a területi engedélyek, hanem elektronikusan fogják majd horgászoknak ezt megcsinálni, de mi a saját tavunkra mi csinálhatunk papír alapút, mert 50 hektárnál kevesebb a vízterülete, illetve nem állami úgymond, vagy nem hossz vízterület, tehát mi itt mindenféleképpen papír alapon fogjuk csinálni a területi engedélyeket. A részletekről az Egyesület Kossuth téri irodájában tudnak tájékozódni, ugyanúgy, mint a horgászvizsga részleteiről, menetéről is. És ebbe az évben állítólag a horgászvizsga is, az is majd lehet az interneten keresztül, de a Berekfürdőbe vizsgáznak már régóta a horgászok, tehát oda kell jelentkezni majd horgászvizsgára. Regisztrálni kell először is, be kell jönni az Egyesület irodájába regisztrálni. Regisztrálás után, mivel horgászkártyát kell igényelni, tehát az most már kötelező mindenkinek, azt itt meg lehet, úgymond itt kap egy csekket, el kell menni a postára, ki be kell fizetni, és majd azután lehet menni horgászvizsgálni, mikor itt be lett regisztrálva. Tehát a kártya azt nem tudni, az lehet, hogy egy hónap múlva, lehet három hónap múlva jön meg, de a csekkel tudja bizonyítani, hogy ő azt befizette, és így majd lehet nyugodtan vizsgálni és meghorgászni is. Az iroda nyitvatartási rendje az Egyesület honlapján lesz fent, és a Karcagi Hírmondóban is meghirdetik. Fontos, hogy szájmaszkot mindenki hozzon magával. Idén még nem fagyott be a tó sem, így társadalmi munka, nádvágás sem lehetett. Ez mind az időjárástól függ. Nem volt még az idén semmiféle téli munka, ugye még nádvágás se volt, nem fagyott be a tó se. Volt, akik még két héttel ezelőtt is voltak kint horgászni, mondjuk nagyon kevesen járnak már ki, de a lehetőség megvan, ugye a víz nem fagyott be. Talán most, ahogy elkövetkező napokban nagyon elég hideg éjszakákat fog, vagy a meteorológia, amit közöl velünk, hát nem tudjuk, hogy mi lesz, mindenféleképpen szeretnénk majd a nádat levágni, majd látjuk, hogy alakul, mint alakul az időjárás. A korábbi években nyújtott 17,5% helyett 80%-kal egészítik ki költségvetési forrásból az uniós agrárpolitikai támogatást, így térségünk fejlődése is tovább nő. Történelmi jelentőségű döntés született, az Európai Unióban adható legmagasabb mértékű nemzeti társfinanszírozást biztosítják a költségvetésből az uniós vidékfejlesztési források mellé. A korábbi évekhez képest négyszeresével, 17,5% helyett 80%-kal egészíti ki a kormány a közös agrárpolitika vidékfejlesztési pillérén keresztül érkező pénzeket. Összegszerűen 7537 milliárd forint érkezik a magyar vidék erősítésére, fejlesztésére, uniós és hazai források révén 2027-ig. A kormány döntése azt jelenti, hogy a következő 7 évben 4265 milliárd forintot fordítanak a magyar vidék, a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére. A jövedelempótló támogatásokkal pedig további 3272 milliárd forintnyi 100%-ban uniós forrásból segítjük a hazai mezőgazdasági szereplőket.
A Takács Péter úti óvodában épp a disznótoros hagyományokat dolgozták föl különböző projektek formájában az óvodások. Az évkezdésről Posztósné Kovács Éva tagintézmény vezetővel beszélgettünk. Készültek a januári nyitásra. Az óvoda teljes épülete átesett a fertőtlenítésen. A Dajka nénik az összes játékot átfertőtlenítették. Készültünk is erre az alkalomra, a nyitás alkalmára. Az óvoda teljes épülete átesett a fertőtlenítésen. Előzőleg már a Dajka nénik az összes játékot átfertőtlenítették. Tehát a gyermekeket egy teljesen tiszta, lefertőtlenített környezetben vártuk. Amikor előtt a január 4-e, nagy örömmel láttuk, hogy szinte minden kisgyermekünk feljött az óvodába. Ez nagy boldogsággal töltött el bennünket, hiszen otthon voltak családban, kicsit tartottunk tőle, hogy nehezebben jönnek be az óvodába. Itt voltak, és nagyon nagy örömmel jönnek azóta is, és a gyermekeink, hál' Istennek, egészségesek, nincsen még közöttük fertőzött beteg. Január a disznótorok ideje, így ez az első kéthetes projekt is. Ennek keretében újévi malacot gyurmáztak, megismerkedtek film segítségével a disznótorral, és a cselekvéseket is e köré csoportosították. Ahogy január 4-én bejöttek a gyermekeink, akkor már az újévi kismalaccal kezdtünk foglalkozni, és a kéthetes projektünk ott csúcsosodik ki, amikor is a családokban is, amit láthattak is a gyerekeink, disznótor van. A mi óvodai csoportunkban is ez a kéthetes program a disznótorral foglalkozik, megmintázzák a gyermekek a disznókat, akkolt készítenek nekik, megismerik a disznók életét a háztartásban, a ház körül élő állatok életét, a haszonállatokat, és akkor nyilván az a fajta élmény, amit egy disznótor ad a családoknak, az itt is megjelenik, nem abban a formában természetesen, mint otthon, de mivel sok kisgyermeknek erre nincs lehetősége, hogy otthon megtapasztalja, ezért úgy oldottuk meg, hogy videófelvételt néztünk velük, ami a korosztálynak megfelelő volt, illetve a tevékenységekbe beépítettük azokat a cselekvéseket, amit a gyerekek esetleg láttak, és most megtapasztalhatják, vagy nem is láttak, most találkoznak vele először. A nagy rendezvényüket, a farsangot szülők nélkül tartják, így is az élmény nagyon sokat jelent a gyermekek fejlődésében. Az óvodánkban minden rendezvényt megtartunk. Kicsit másképp, mint szoktuk, de megtartunk minden rendezvényt, hiszen az élmény az nagyon sokat jelent a gyermekek fejlődésében. Legközelebbi alkalmunk igen a farsang lesz. A farsangunk az egy szülős, egész délelőttöt felölelő tevékenység sorozat szokott lenni. Ebben az évben egy kicsit más lesz, annyiban, hogy a szülőket nem engedjük most be a csoportokba, hanem magunk között megünnepeljük a farsang ünnepét, igyekszünk nagyon sok hagyományt megőrizni, ezért is van a disznótor, a lucázó, a betlehemes, a farsang, és akkor a mi csoportunk például a busókkal fog most egy kicsit jobban foglalkozni, ezen a napon kicsúcsosodni, így a hagyományápolásnak is megadjuk a teret, a lehetőséget. A zöldjeles napok várnak majd ránk, amivel valóban kint szeretnék inkább tevékenykedni, de abban az lesz a jó, hogy mivel udvari tevékenység, elképzelt, hogy a szülőket is egy kicsit beljebb tudjuk engedni az óvodai életbe. Nagyon várjuk már. Legnagyobb feladat az iskolába menő gyerekekkel való foglalkozás. A jelen helyzetben nem egyszerű hagyományos módon felkészíteni őket, de nagyon ügyesek, érdeklődőek a nagy csoportosok, akik ösztől a szülők által választott iskolában kezdik majd meg tanulmányaikat. Az előző időszakban a gyermekeink többen a nagyok közül is otthon tartózkodtak. Féltették őket a családok. Nincs ezzel semmi baj, most viszont már, hogy itt vannak. De elmondhatom, hál' Istennek, december, november hónapban is szép számmal voltak fönt. Most pedig januártól aztán végképp nagy intenzitással fogtunk neki annak, hogy az iskolára való felkészítés, az megtörténjen. A folyamat benne legyen a mindennapokban, hogy akármilyen helyzettel is nézzünk szembe, tudjuk őket segíteni addig is, amíg itt vagyunk és csináljuk. Nagyon ügyesek a nagy csoportosaink, és a tevékenységeket érdeklődéssel veszik, aktívak benne, és én azt gondolom, hogy az iskolára való felkészítés az jó úton halad. Még itt lesz a szülők előtt az iskolaválasztás, a beiratkozás,
és nyilvánvaló majd az akkori helyzet, hogy hogyan s miképpen kezdik el a mi drága gyerekeink az iskolai életet. A tavaszi időszakban már az udvaron tartják a zöld jeles napokat, amire elképzelhető, hogy már a szülőket is meghívhatják, hogy betekinthessenek az óvodai életbe. Varga Mihály pénzügyminiszter úr elképzeléseit megvalósítva Gál András újságíró szerkesztésében a Karcagi Sportegyesület támogatásával elkészült a régóta várt Kungfoci című könyv. Hírstúdiónk vendége Varga Nándor, a Kazak-Magyar Baráti Társaság elnöke. 2020. december 1-én, elején mondhatnánk inkább így, jelent meg Gál András sportújságíró Kunfociról szóló könyve, amelyben ön is hatható segítséget, szerepet, részt vállalt. Beszéljünk a kötet megjelenésének hátteréről. Hát a könyvben sok minden le van írva. Többek között a szerző hivatkozik arra, hogyha megkeressük a Wikipédián, akkor 1945-ről van csak feljegyzés a karcagi fociról, holott a könyv címlapján is fel van írva, hogy 1909-ben alakult az első labdarúgó egyesület, és azóta emberek százait, ezreit mozgatja meg, és hogyha az eredményeket most félretesszük, csak a mozgás, a rendszeres testedzés és a közösséggel való együttlét jelentősen meghatározó. Kik vettek ennek a könyvnek a szerkesztésében részt, kicsit bővebben, hogy miről szól ez a könyv? Ugye itt már említettük, hogy 1909-től kezdve napjainkig szól a Kunfoci történetéről, de mégis részletesebben beszéljünk erről. Tulajdonképpen a résztvevők saját maguk írták ezt a könyvet. Kik ezek, akik benne szerepelnek a könyvben? Kezdjük azzal, hogy a könyvszerzője Gál András 19-ben a 21. birkafőző fesztiválra eljött. Leküldték, hogy a birkafőzőről készítsen riportot, és akkor akadt össze olyan emberekkel, mint például a Szendrei Pepe, aki világhírű válogatott kapusunk, hogy itt vannak ilyen emberek. És ahogy beszélgettek Varga miniszter úrral, akkor miniszter úr mondta, hogy ő már régóta dédelgeti ezt az ötletet, hogy a karcagi fociról írni kellene valamit, és mivel elhangzott többször is, és ki is volt plakátolva, hogy a nagykunság fővárosa Karcag, rögtön a szójátékban el is hangzott, hogy a Kunfociról kellene írni. Tehát Varga Mihály miniszter úr volt a felkérő és ötletgazda, és ez alapján írta meg a könyvet Gál András. Említette, hogy egy bizonyos birkafőző fesztiválon jött először Karcagra maga a szerző, és akkor itt kutatta föl azokat az embereket, akik ebben a könyvben szerepelnek. Hogyan történik? Nyilván ön is, ön számára is ismert, hogy mi ennek a menete ilyenkor, amikor egy ilyen könyv készül, főleg, hogyha egy felkérésre történik mindez. Hát legelőször információt kell szerezni. Nagyon sok információt, de ez Magyarországon, sőt, szinte az egész világon könnyű, hisz a focihoz mindenki ért. Azon kívül, hogy mindenki ért a focihoz, a karcagiak önmaguk megélték, megélik ezeket az eseményeket már több mint 110 éve, és ez azt jelenti, hogy a személyes és családi emlékeket kellett elővenni ehhez. Tulajdonképpen a szerzőnek egyszerű dolga volt, mert rögtön olyan emberekbe botlott bele itt a Birkafőző Fesztiválon, akik továbbadták őt kézről kézre, és így a valamikori játékosok és edzők, akiket megszólaltatott, egészen a mai résztvevőkig meg tudta keresni. Említett régi nagyokat, akik a könyvben szerepelnek, de vannak fiatal tehetségek is. Közülük is említsünk párat, akik mind a mai napig nemhogy Magyarország, hanem a világ élvonalában szerepelnek. Én nem vagyok futballszakértő, a könyvkiadás sem ezért jött össze, hanem a lényege az, hogy a mai fiatalok, Varga Kevin
a legfiatalabb sztárunk is szerepel ebben a könyvben, és ez példát mutat a mai fiataloknak, hogyha valamit becsülettel, szorgalmasan végeznek, és úgy próbálják ezt csinálni, hogy abban ők legyenek a legjobbak, akkor bárki eljuthat arra a szintre. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra, és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!